Te vajon mit válaszolnál, ha feltennék neked a kérdést? Hogyan képzeled el az életed 20 év múlva? When you're alone and life is making you lonely, you can always go. Kíváncsiak voltunk. Megállítottuk, megkérdeztük az utca emberét egy rohanó nagyvárosban. Vajon tisztában vannak vele, hogy ez így nem mehet tovább? Hogy a földünket teljesen elfogyasztjuk? Hogy a mai életszínvonalunk megtartásához 2 darab földre lenne szükség? Mit kell választani egy ilyen kérdésre? 15-20 év? Jézus. Hát, nem tudom. 20 év múlva már remélem, hogy családom lesz. Lesz 2 gyerekem. És viszonylag stabil munkám. Család, gyerekek, jó fizető állás. Nem tudom, hogy én akkor leszek-e még, mert 68 éves vagyok. Úgyhogy amennyiben igen, akkor az unokákkal. Van 5 darab unokám. Remélem lesz valami állásom, ahol azért jó pénzt fogok kapni. Biztos jobb lesz valahol külföldön, biztos, hogy nem itt Magyarországon. Jó sikeres mérnökemmel szeretnék lenni, és mondjuk 4 boldog gyerek boldog szülője. Én is családos ember szeretnék lenni 20 év múlva. Békesség legyen, az a legfontosabb. Azt képzelem el, hogy az unokáimnak jó legyen. Gyerekeket szeretnék 20 év múlva már, és otthon szeretnék lenni velük, illetve nem dolgozni. Én alapvetően már unokákat szeretnék addigra. Hát lesz a családom, és egy gyerekem. És biztos munkahelyem. Beszerzési vállalkozók leszünk. Lesz egy gyönyörű házunk, pár gyerek. Legyek sikeres színész, sikeres színész. És igazából így legyen egy jó társaság. Fú, hát nekem tervemben van az, hogy kiutaz a külföldre, és ott kezdek valamiféle karriert. Hát úgy képzelem, hogy szerény körülmények között fogunk élni egy kis faluban. Ez az ország nagyon esélyett a békefenekére. És innen nincs az a kormányfő, hogy ezt az országot felszítik a padon. Talán úgy, hogy mondjuk lesz egy férjem, és mondjuk 2 gyerek. És munka, meg... Hát egy üzletbe fog dolgozni, nem tudom. Hát ha így folytatjuk, akkor már semmi nem lesz szép. Erre voltam kíváncsi. Több kocsi lesz, mint ember, akkor nem hiszem, hogy lesz itt 20 év múlva valami. Szerintem mindent tisztaszok, jobb lesz. Tehát rosszabb lesz. Jobb nem lehet, az lehetetlen jobb. Talán egy kicsivel fejlettebb lesz minden. Hát én remélem, hogy pozitív változások lesznek. Mindenki figyelembe veszi, hogy most mennyit rontottunk a környezeten, és ezzel megpróbálnak változtatni. Biztos, hogy lesz változás, mert nem pusztítjuk a környezetet, mint az emberiség. Hát ahogy látom, az időjáráson is meg lehet látni. Szerintem rosszra fog fordulni, ha nem teszünk el a nap valamit. Hát ebből szempontból pessimista vagyok. Szerintem nem lesz annyira, amíg... ha csak nem valakinek nem lesz érdeke, úgymond természetbarát, meg környezetbarát technikát bevezetni, és szerintem azoknak a kezében van ez a lehetőség, akik most például a benzint meg a olajat árulják nekünk, addig nem nagyon lesz változás. Szennyezettem ezt szerintem most. Vagy tudatosul bennünk az, hogy elszennyezzük a bolygót és megpróbáljuk megmenteni, és ez sikerül, vagy a tudatosulik, vagy nem tudatosulik bennünk az, hogy elszennyezzük a bolygót és nem sikerül, és akkor ugye az életkörülmények így változnak, tehát mit remény tipikusan a most még nincs levegőadó, de akkor lesz a tiszta levegőt szeretnél. Igazán nincs rálátásom azokra a szakterületekre, amelyek alapján objektíven meg lehetne ezt ítélni, hogy mi lesz, vagy mi nem lesz. Mondjuk az a népességfogyás, az is egy nagy probléma. Változás, ez nyilván biztos lesz. 20 év múlva? Hát tulajdonképpen, amire kilábalunk ebből a válságból, nem nagyon lesz előrehaladás. Nem beszélve arról, hogy a Földnek a tönkretevése, hogy az északi sarkon, déli sarkon olvadnak a hótáblák. Szóval a természet is rosszabb állapotban lesz, és
nem sok reményt adott, hogy itt sokkal jobb lesz. Hogy ahogy így látom, hogy így egyre fajul el a világ, és hogy így azért nem tudom, hogy ebből hogy lesz jobb, mert ez a gazdasági nehézség, meg ez a hogy az emberek így abszolút így nem foglalkoznak egymással, szerintem ez rossz irányba viszi a dolgokat. Max többször szelektív hulladék gyűjtő lesz, de hát így nagyon más nem tudok elképzelni, mert így ez alatt a 10 év alatt ilyen nagyobb változás nem látom, amire így visszaemlékszem. Mm-hmm. Max így jobbak lettek az autótak, tehát így ennyi. Nem javulni fog az élet színvonal. Hát nem biztos, hogy ki fogjuk engedni húszínul a gyerekeinket az utcára szerintem, hogyha így nem minden tovább. És természet közelibb lesz a dolog. Tehát én azt gondolom, hogy nem abba az irányba kéne elvenni, hogy ezt leépítik, hanem ezt arra fejleszteni. Tehát több zöld rész benne van. Remélem lesz valami jó. Hát sajnos nem remélem, nem tudom, nem hiszem, nem úgy néz ki. Uh-huh. Itt most nagyon rossz a levegő, megépült ez a gyönyörű pláza, ez nagyon szép, meg itt a környezet is szép, de ezek az autók, itt van egy garázs, nagyon szennyezik a levegőt, úgyhogy sokkal büdösebb van, rossz a levegő, úgyhogy nem tudom, hogy 15 év múlva mi lesz. És úgy érzem, hogy a folyamat, úgymond az igény a változásra, az nagyon lassú. 20 év múlva szerintem még nem lesz nagyon nagy dolog ebből a szempontból. Sokban el kell majd gondolkodnunk azon, hogy hogyan fogunk tudni alkalmazkodni a megváltozott környezeti viszonyokhoz. Tehát így konkrétan, hogyha ugyanezzel az intenzitással, meg ugyanezzel a pörgéssel, amit most mondjuk jelenleg a társadalom él, most ez teljesen mindegy világ, vagy éppen Magyarország, vagy éppen Budapest, vagy éppen az adott ember. Nem a halálban, nem az, hogy nem vagy. Akkor semmi nem lesz 20 év múlva.